Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk a mai estén Istennek igéje, hogyan azt már hallhattátok a második korintusi levél 11. és 12. részeiből. Ahogyan látjátok vastagon megjelölve, ezeket a verseket szeretném most felolvasni nektek. Zsidóktól 5-ször kaptam egy híján 40 botütést. 3-szor megveszőztek, egyszer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, és egy éjjel és egy napot hánykodtam a tenger hullámain. El ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátát angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvéreim, a kérdés az, hogy miért engedi Isten a szenvedést, és ez egy olyan evidens kérdés, ami mindenki legalább egyszer feltesz magának, vagy feltesz valakinek a környezetében, vagy felteszi magának az Istennek. Mert szenvedés van, ez egy ténykérdés, és ez az, amit mindannyian tapasztaltunk, hogy van szenvedés a világban. Nincs olyan, aki ezt valamilyen módon ne érte volna már át legalább egyszer, de sokkal inkább többször. És itt a szenvedés alatt nagyon-nagyon sok minden érthető. Itt, amit Pál apostolnál is olvastunk, tehát ebből egy is elég ahhoz, hogy esetleg valaki belehaljon. Nem még ez a szép hosszú lista, hogy hányszor verték, megkövezték, meg majdnem megfulladt, és sorolhatnánk. De amikor ezt végignézzük, akkor nem csak fizikai szenvedésről beszél Pál apostol, hanem ahogy a későbbiekben olvassuk, azt, hogy sokan megvádolták, lelkileg kérdőjelezték meg az ő lelkiségét, azt, hogy ő tényleg igazán apostol, hogy a furkálták a különböző gyülekezetekben, itt a korintusi gyülekezetben is megkérdőjelezték, tehát lelkileg is lehet szenvedni. Az értetlenségtől, a szeretetlenségtől, a magánytól. Ilyen is van lelki szenvedés. És ezek a nagy súlyú szenvedések között vannak ilyen kisebb horderejűek, mint például megírni egy leckét. Bár a fiam egy körülbelül másfél órával ezelőtt ezt élete legnagyobb szenvedésének vette, hogy néhány házi feladatot meg kell oldani. Tehát vannak ilyen átmeneti kellemetlenségek, amiket azért hajlamosak vagyunk hatalmas nagy tragédiaként akkor ott megélni, amikor ezt érezzük. A szenvedés tehát egy nagy gyűjtő fogalom, a testi-lelki fájdalmaktól a pillanatnyi kellemetlenségig sok mindent beleírtunk. És mivel, hogy ez egy rendkívül kellemetlen dolog is, és kínlódás, úgy is fogalmazhatnánk, ezért az emberiségnek a nagy kérdése, mint történelmi, mint térségbeli nagy kérdése, bárhová is helyezzük magunkat, az az, hogy hogyan tudunk a szenvedés alól kibújni. Hogyan tudjuk ezt enyhíteni, hogyan tudunk ezen átlépni, hogyan tudjuk ezt kiiktatni az életünkből. Mert valljuk be, szenvedni senki sem szeret. Azt a néhány deviáns viselkedésű embert, akik esetleg szeretik magukat bántani, de szerintem ők nagyon kevesen vannak. Szenvedni senki sem, se nem szeret, se nem akar. És igazából ilyen szempontból még nem csak arról van szó, hogy én nem akarok szenvedni, hanem arról is van szó, hogy nem szeretem, hogyha szenved az, aki nekem fontos. Akit én szeretek, a gyerekem, a családtagom, édesanyám, a szerelmem, azt se szeretjük, ha más szenved igazából. És ezért a vallásoktól kezdve a tudomány valahol erre keresi a választ. A vallások, a tudomány, a gondolkozás, a filozófia, hogyan lehetne ezt kiiktatni, hogyan lehetne ezt enyhíteni. És ma már azt lehet mondani, hogy nem csak vallási válaszok vannak erre, hogy különböző vallások valahogyan próbálnak arra reagálni, hogy mi is a szenvedés, és hogy lehet megszabadulni, hanem sokkal inkább egész iparágak épülnek arra, hogy ne szenvedjünk, vagy ha lehet, akkor tompítsuk ezt a szenvedést.
Gondoljunk csak a gyógyszergyártásra, a fájdalomcsillapítóknak a hatalmas tömegére. Gondoljunk arra, hogy gyakorlatilag a szenvedést berakjuk a kórházakba, a születéstől a halálig. Mert a kórházakba születünk, és kórházakba halunk meg. Egyre inkább ez a jellemző. És kórházakba rakjuk, amennyire lehet azokat, akik betegek. Persze ennek megvan a maga jó vonatkozása is, de valahol benne van az is, legyünk őszinték, hogy nem akarunk találkozni a szenvedéssel. Nem akarunk ezzel szembesülni, mert ahogy említettem, nagyon nehezen éljük meg azt is, hogyha a másik szenved. A másik, akit szeretünk, a másik, akit elfogadunk, akit aggódunk, illetve legyünk őszinték, amikor a másik szenved, akkor ott van rögtön a kérdés, hogy én vajon mikor következem? Én vajon ezt hogy élném meg? És erre alapul, hogy ne szenvedjünk, a szórakoztatóipar is. Ebben a kommunikációtól kezdve a játékgyártásig egy csomó minden benne van. Hiszen azt mondja, hogy tereljük el a figyelmünket. Tehát ha a szenvedés nem egy fizikai betegségi szenvedés, ami a kórházakba tartozik, akkor tereljük el a figyelmünket. Tereljük el a figyelmünket az élet nagy szenvedéseiről, kérdéseiről. Menjünk el egy olyan virtuális világba, legyen ez a Facebooktól az internetig, a játékfilmgyártás, a mozivilága, a társasjáték, mindenféle, és ebben egyre sem mondom, hogy ez rossz, ne így értsétek, hanem az, hogy ez is egy eszköz arra, hogy addig sem foglalkozunk ezekkel. Mert ha jól csináljuk, jól nézzük a tévét, eléggé ki tud kapcsolni minket, elég jól tudunk bambulni, ha levelezünk, ha társasjátékozunk, akkor valahol nem ott vagyunk. Valahol azt mondhatjuk, hogy elfelejthetjük azt, hogy a világ szenved, vagy mi szenvedünk ebben. Mert nem akarjuk ezt látni, és amennyire lehet, próbálunk ettől távol maradni. De mégis vannak az életünkben pontok, amikor akár magánéleti kérdések miatt, akár azért, mert amit találtunk a világban, bejön a sajtóból a különböző hírek, amikor mégis azt látjuk, hogy van szenvedés. Hiába próbálkozunk homokba dugni a fejünket, mégis akár egy családtagunk betegsége, akár egy fogfájás, akár bármilyen hír, ahol a szenvedést behozzák az étkező asztalunkhoz. Hiszen nagyon sokan akár evés közben néznek tévét, vagy interneteznek. Akkor mégis feltesszük, valahol mindig feltesszük ezt a kérdést, hogy miért van szenvedés, és hogyha egy kicsit is tudunk Istenről, vagy akár ismerjük Istent, akkor feltehetjük azt, hogy miért engedi a szenvedést. Sőt, kifejezetten nem hívő emberek, meg valahol itt dől el az a kérdés, hogy létezik-e Isten, vagy nem, hogy úgy teszik fel a kérdést, hogy ha van Isten, és Istentől azt mondom, hogy mindenható és tökéletes. Ha elfogadom, hogy ez van, akkor miért van szenvedés? Miért engedi a szenvedés? Ott van ez a kérdés bennünk is, keresztényként. Nem tudom, hogy ki milyen utat jár be. Van, aki születése óta egy keresztény hívő családban született. Van, aki esetleg kamasz korában harcolta meg azt, hogy hitre juthatott. De valahol ez a kérdés beköszön. Ha más nem, akkor egy jól irányzott osztálytástól. Ja, keresztény vagy, akkor miért engedi Isten, hogy meghalljanak a csecsemők, vagy miért engedi Isten, hogy cunami legyen a világban? És akkor már ott van ez a kérdés, ami szorongat minket. Mert van valahol egy képünk, egy találkozásunk, egy érzésünk arról, hogy Isten mindenható, igazságos, szerető. Van egy olyan élményünk, mert már megismertük az evangéliumot, belenevelkedtünk, vagy csak most kezdünk az út elejét, de van egy csomó jó élményünk az evangélium lényegéről, és akkor mégis hogy maradhatott ott a szenvedés? És ez a dilemma, ez egy nagyon nagy kérdés, és erre próbálok ma választ adni az ige fényében, az ige segítségével. De mielőtt ebbe belevágnék ebbe a két pontba, azelőtt el szeretném mondani, hogy biztos, hogy lesz mindenkinek hiányérzete. Hiszen ez egy akkora nagy téma, és olyan nagyon szerteágazó ez az egész, hogy amit ez az igen most ad nekünk, ez egy kicsi szelete. Ez egy kicsi lehetőség arról, hogy valahogy az ige fényébe helyre tegyük ezt, de még sokfelé elágazik ez a téma, és sokszor igazán nem is az a kérdés, hogy miért engedi Isten a szenvedést, mert igazából a kérdés ilyenkor az, hogy én nekem van bajom a szenvedéssel. Engem érint meg, mert beteg egy családtagom, és nem bírom elviselni.
vagy lelkileg valami olyan helyzetben, megaláztatásba kerültem, hogy szenvedek, vagy megkérdőjeleznek. De ezt nem merem megkérdezni. Erős az a tapasztalatom, hogy akkor, amikor nem hívők ebben bombáznak, akkor valójában nem az érdekli, hogy a cunami miért volt ott, ahol volt, vagy hogy az a csecsemő miért halt meg, hanem azért, mert valahol ő érintett ebben, de nem mer személyesen feltenni kérdéseket. És ezért mondom azt, hogy biztos mindenképpen lesz ebben valami hiányérzet, amit mondok ez alapján, az ige alapján, hiszen mindannyiunknak van egy személyes érintettsége, vagy akár sok személyes érintettsége a szenvedéssel kapcsolatban, és így általánosságban talán nagyon nehéz, vagy nagyon úgy érzi az ember, hogy nem feltétlenül érez benne vigasztalást, mert akkor, amikor ott abban vagyunk, vagy látjuk, hogy valakink abban van, akkor nagyon nehezen hagyjuk magunkat megvigasztaltatni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy azért ebben még jobban beleássuk magunkat, és még dühösebbek legyünk Istenre. Akkor nem szeretjük az általános válaszokat, akkor azt szeretnénk leginkább, hogy mentse ki a szenvedőt a szenvedésből. Az lenne számunkra vigaszt, hogyha kimenteni a szenvedésből, hogyha megmenteni azt, aki szenved, hogyha nem lennének olyanok, amik megmagyarázhatatlanak, hogy miért van cunami, meg földrengés. És amikor benne vagyunk személyesen, akkor az, hogy erre aránylag jó teológiai válaszokat lehet adni, ez nem elég. Erre azt fogjuk mondani, hogy ez kérdéses. Mert valahogy, ahogy az elején említettem, a világ arra van berendezkedve, hogy a szenvedést meg kell szüntetni, amilyen gyorsan lehet. Ugye vannak ezek a fejfájás csillapító reklámok. Nekem nincs időm a fejfájásra. Igaza van, nem jó érzés, de hogy valami ezt sugallja. És Isten igéje itt és most azt mutatja nekünk, hogy nem feltétlenül akar kimenteni a szenvedésből, hanem meg akar ebben vigasztalni, és erőt akar ebben adni. Hogy úgy segít ki a szenvedésből, úgy ad választ, hogy nem kiment, nem megszünteti, hanem erőt ad és megvigasztal. Vigaszt ad ebben a helyzetben. A két pontról röviden, az elsőről rövidebben, mert akkor reggelig itt ülhetnétek, és nem akarok visszaélni a türelmetekre, hogy miért van szenvedés, először is az oka. Mert ugye a miértben, ezt majd minden egyes alkalommal el lehet mondani, hogy mindegyikre van oka, meg célja, ahogyan az előző ige hirdetésekben is hallhattátok. És addig, amíg a miértről lesz szó, mindig is fogjátok hallani. Az ok, az nagyon-nagyon egyszerű. A bűneset. 1 Mózes 3-ban olvashatjuk ezt, hogy ugye az Isten, mikor szembesült avval, hogy engedetlenek voltunk, mármint ezt mondhatom több eszem első személyben, Ádám és Éva nevében is, tehát, hogy az engedetlenségnek az eredménye, a bűneset eredménye az, hogy a szenvedés bejött a világba. Mégpedig ezt a következőképpen olvashatjuk a 3. fejezetben. Azt mondja, hogy az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről ezt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtságból élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, amelyből vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Azaz, eléggé egyértelmű, hogy ez itt a világ alapvető szenvedése. Ezt már csak így lehet fokozni. Benne van a nő szenvedése, a terhesség. A terhességnek a kihívása az a hosszú és nehéz folyamat, amelyikre a magyar nyelv elég szerencsétlen tényleg azt mondta, hogy a terhesség. Bár áldott állapotnak is lehet venni, de itt alapvetően arról szól, hogy ez egy nagyon nehéz, nagyon kockázatos folyamat, és hihetetlen fájdalmas. És ami a következő, hogy nem csak azt mondja, hogy az, hogy egyáltalán továbbad az életet, az élet továbbadása szenvedés árán lesz, azt mondja, hogy attól is fogsz szenvedni te nő, hogy a férjedben nem fogod megérteni magadat. Vágyakodsz rá, és ő mégis uralkodni fog rajtad. Hogy a kettőtök kapcsolata is a szenvedés forrása lesz. Nem csak az a szenvedés, ahogy az egy életet továbbadhatod,
hogy az élet már szenvedéssel kezdődik, hanem az is, hogy a kapcsolat a férfi és a nő között egyfajta szenvedés. A nőnek szenvedés az, hogy ő nem érti meg a férje. És a férfinak sem biztos, hogy ez egy jó állapot, amikor gyakorlatilag nem egy harmónia van kettőjük között. És utána nagyon-nagyon hosszan, ha olvassuk azt, hogy az önfenntartás, tehát az, hogy legyen élelmiszer, hogy a földművelés, az szenvedés lesz. Nem a munka önmagában szenvedés, mert ezt olvassuk az 1 Mózes 2-ben, hogy ugye az édenkert művelését rábízza Ádámra, tehát hogy munkálkodjon, tehát azért ez nem a munka a büntetés, hanem az, hogy ez fáradtságos lesz. És ahogyan olvassuk, igazából nem túl nyerő, mert bogáncsot fog hajtani meg, hogy lesz. Tehát így lehet a növényipar, növényvédelmet ugye fokozni, de itt van az igében, hogy bizony, gyom meg, az mindig lesz. Mert hogy ez a szenvedésnek is a része. Az, hogy a vége, és megjelenik az is, hogy a halál is szenvedés lesz, hogy visszafor és a porba. Tehát az ok, az nagyon egyszerű, ott van a bűneset következménye, a szenvedés minden szinten. Az ember-ember közötti kapcsolatban, az élet egész folyamatában, a születéstől a halálig, illetve az ember és a teremtett világ kapcsolatában is. Ott lesz a szenvedés. Hogyha erre gondolunk, akkor sokkal jobban érthető, hogy maga a teremtettségi létünk maga a szenvedés, és ez a bűneset az oka, ahogyan az apostoli hitvallásban mondjuk, csak rosszul tagoljuk a mondatot, hogy és Jézus Krisztusban, hiszünk Jézus Krisztusban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, és ott úgy kéne tagolni, hogy szenvedett, Poncius Pilátusat megfeszítették. Igaz, abban a 24 órában iszonyatosan szenvedett, de a mondat úgy van helyesen tagolva, hogy szenvedett, hogy az ő élete is szenvedés volt. Kihangsúlyozott szenvedés volt az utolsó 24 óra, de az egész léte, hogy amikor Jézus Krisztusban az Isten eljön közénk, akkor ő ezt a szenvedést átéli. És ez a következő, amiről beszélnék, és ez hosszabban a Pál apostol ige kapcsán, hogy gyakorlatilag mi a szenvedés célja. Ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy van célja. És Pál apostol beszél is ebben az igében, ahogy ezt láthattátok is, hogy ő neki is jutott bőven szenvedés, és nagyon érdekes, hogy itt felsorolja azt, hogy hányszor verték meg 5-ször 40 egy ilyen, tehát majdnem 200 botütést, hát én egyet csak kérnék, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, meg még itt olvassuk, hogy éhezett, szomjazott, ez az amaz, hát ez már önmagában is elég. És azt mondja, hogy nem ez zavarta őt, meg nem ez okozta az igazi szenvedést, hanem valami rejtélyes dolog a tövis az életében, a testében. Valami tövis adatot. És ekkor már azért mégis az Úristennek így szólt, hogy ugyan már, ezt a tövist akkor, Uram, vedd már el. És ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon tanulságos, hogy mi önmagában már ezért is így, Uram, hát profitává, apostollá tettél. Hát micsoda dolog, hogy folyton ütnek, vágnak, szapulnak, mindenféle baleset ér. Hát Uram, ha szeretnéd, hogy szolgáljalak, akkor vedd el tőlem ezeket a szenvedéseket. De ezt így ilyen alapnak veszi. Mert hogy, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy aki Krisztust követik, azok a szenvedésben is követik. Ezért említettem az apostoli hitvallást. És erről Jézus Krisztus is beszél, hogy aki őt követi, hát annak nem lesz egy főnyeremény az élete. Hogy alaphelyzetben kereszténynek lenni és Krisztust követni, hajótörés, veszőzés, étlennyom, szomjan, hánykolódás, stb. Mondhatjuk azt, hogy ez az európai kereszténység, hát ez nem az, amiről Jézus beszél. És bár nem kívánunk magamnak szenvedést, meg magunknak, de valójában Krisztust követni, a szenvedést felvállalni Krisztusért. Krisztust követni igazából az, ami most a közel-keleti keresztényeknek a kereszténység. Hogy tényleg a fizikai létükben
kérdőjelezik meg őket, és támadják meg. Krisztust követni az, amit, ahogyan nemrég kivégezték azokat a kopt keresztényeket, hogy a templomot rájuk gyújtották, és még rengeteg van, meg sem merem ezeket olvasni. Krisztust követni az, amikor azt mondom, hogy ha felvállalom a döntéseimet, akkor lehet, hogy háttérbe szorulok. Lehet, hogy nem léptetnek elő, vagy lehet, hogy kigúgyolnak, mert azt mondják, hogy maradi vagyok, hogy bizonyos értékek mentén megyek. Krisztust követni a szenvedéssel együtt jár, mert hogy Krisztus nem fogadta be a világ, ez a világ nem tudja azt elfogadni, amit őt képvisel. És Krisztusra szenvedés várt. És ennek a folytatása az, ami keresztény létünkben van. És ez az alap. És Pál apostol azt mondja, hogy ez még úgy eltűrte volna, de van valami a testében is. Úgy látszik, ez volt az utolsó csepp. Amire azt mondta, hogy többször is imádkoztam. Ez a háromszor imádkoztam, ez azt jelenti, hogy hangsúlyosan kértem az Urat. Hogy nem adtam fel, nem arról van szó, hogy egyszer szóltam, és nem. Nem. Tényleg kértem. Kitartó voltam ebben is. És erre ad lett a válasz, hogy elég neked az én kegyelmem. Nem veszem el tőled ezt a szenvedést. Nem veszem el azt, ami már úgy érzed, hogy sok neked. És ez az, amit szerintem hihetetlen nehéz érzelmileg megugranunk, és őszinte leszek nekem is, hogy vannak olyan szenvedések, vannak olyan pontok, amelyek arról szólnak, hogy minket féken tartsanak. Hogy az a célja, hogy esetleg ne szálljunk el. Itt Pál apostolnál egyértelmű, hogy alázatra, békességre intse. Hogy nehogy esetleg elszálljon magától. Bár valahogy én ezt nem tartom valószínűnek. Illetve ez a másik cél, ami ebből a pár sorból kiolvasható, hogy még jobban tudatosítsa Isten azt, hogy minden tőle van. Hogy az erőt tőle kapjuk. Hogy igenis a nyomorgattatásban, a betegségben, a szenvedésben tudjuk azt, hogy mik igazán a határaink. Amikor jólétben vagyunk, és minden rendben van, akkor valahogy úgy érezzük, hogy a határaink sokkal messzebb vannak, mint amik valójában vannak. Akkor azt érezzük, hogy fú, nekünk minden sikerül. Akkor azt gondoljuk, hogy minden percünket mi osztjuk be, mi találjuk ki, hogy alakítsuk az életünket, mi döntjük el, hogy majd a diploma után ennyi évvel férhez megyünk, megnősülünk, 3 gyerekünk lesz, 4 autónk, stb. Tehát, hogy a terveknek az urai vagyunk. És itt ez az ige Pál apostolon keresztül minket arra figyelmeztet, hogy legyen bennünk alázat. Hogy azért kapjuk ezeket, amik ez a kis tövis, és ez annyira elegáns, hogy ez egy ilyen pici jelzés. Nagyon tud fájni, meg nagyon kellemetlen tud lenni, de mégis ez az emlékeztetés, hogy tudd, hogy hol vannak a határaid. Tudd, hogy mire vagy képes. Tudd, hogy gyenge vagy. Tudd, hogy be vagy határolva. És ezért folyamatosan kérd Isten kegyelmét. Kell nekünk egy kis tüske, egy kis tövis, egy kis kellemetlenkedés, egy kis szenvedés ahhoz, hogy ne lankadjunk abban, hogy Isten erejét és segítségét kérjük. Hogy a kegyelmének a lényegét megértsük. Szenvedés nélkül ez nagyon nehéz. Szenvedés nélkül nagyon nehéz azt folyamatosan tudatosítani magukban, hogy rászorulunk a kegyelemre. Hogy alázatból van mit tanulnunk. És persze ebben azt nem akarom se magamnak, se nektek kívánni, hogy mindenki kapjon egy kis tövist. De amikor azt kérdezik, hogy miért engedi Isten a szenvedést, akkor azért, mert Istennek célja van ezzel. Amikor azt mondja, hogy igen, megengedem azt, hogy a sátán azt angyal egy kis tövissel megbökjön, hogy te mindig tudd, hogy hol vannak a határaid. Hogy te mindig tudd, hogy Istentől, az Atyától kérjél erőt arra, hogy végigvedd ezt a szolgálatot. És ebből a szempontból teljesen mindegy az, amin a Biblia tudósok agyalnak, hogy akkor ez most epilepszia volt, vagy valami szembetegség, általában ezt a kettőt szokták betippelni, hogy valami krónikus betegség. Ebből a szempontból lényegtelen. Elég kellemetlen ahhoz, eléggé jelen van ez a szenvedés az ő életében, hogy jelen legyen az a folyamatos, erős kapcsolat, amiben megtapasztalhatja Isten erejét. És
ami még ezen is túlmutat, nem csak megtapasztalja ő Pál apostol Isten erejét, hanem másoknak mintát tud mondani, példát, mintát tud adni abban, hogy Isten erejével a szenvedés, hát mondjuk azt, hogy elviselhető. Hogy Isten erejével lehet együtt élni a szenvedéssel. Hogy nem feltétlenül baj, ha szenvedésben vagyunk. Nem Isten cáfolata az, hogyha a keresztények vagy egyen-egyenként valamilyen tövissel, kisebb-nagyobb bajjal szenvedésben vagyunk. Nem kérdőjeleződik meg ettől Isten hatalma és dicsősége és nagysága, hanem pont ez mutatja meg, hogy ezek a gyenge emberek, akiknek ott van a kisebb-nagyobb tövis, ezzel együtt tudnak élni. És ezzel együtt megmaradnak abban a szolgálatban, amiben Pál apostol is megmaradt. Hogy ennek a célja nem csak az adott ember életében van, mint Pál apostolnak is, hogy tudja, hol a helye, hogy el ne szálljon, és hogy folyamatos Isten kapcsolatban, imádságos kapcsolatban legyen. Hanem önmagán túlmutasson. Olyannyira önmagán túlmutasson, hogy még cirka 2000 évvel később ezt olvassuk, és minket megerősíthet abban, hogy az, aki szenvedésben van, az is meg tud maradni az Úristenben. Aki szenvedésben van, az túlmutathat önmagán. Nem csak az a szenvedés látszik, hanem Istenre mutat. Hogy nem csak a csodák, nem csak a jelek, a pozitív dolgok mutathatnak Istenre, hanem az, hogy akár sérült emberek tudnak az Istenben hinni. Mert arra mutat, hogy van egy olyan Isten, aki a sérülteket, a gyengéket, a szenvedőket is szereti. És ez egy hatalmas nagy üzenet. Az, amikor akár értelmi fogyatékosok, akár testi fogyatékosok, vagy krónikus betegségben szenvedők évtizedeken keresztül kitartóan hisznek Istenben, és ezt megmutatják az ő életükben. Ez hatalmas nagy bizonyságtétel. Cseri Kálmán élete például ilyen volt. Nem tudom, hogy hányan tudják róla, azon kívül, hogy népszerűek a prédikáció is hallgatták, hogy 20 éven keresztül élt fehérvérűséggel, azt hiszem így hívják, tehát egy krónikus betegséggel együtt. És ez a tövis, ő is többször imádkozott, biztos vagyok benne, és egy egész gyülekezet imádkozott érte. És nem azt kapták, hogy meggyógyul, hanem azt kapták, hogy tovább élt, mint amit bárki bemert volna egy ilyen betegséggel együtt tippelni. Amire azt mondták volna az orvosok, hogy akkor ennyi, ennél sokkal több adatot neki. És még mondhatnánk ilyen híres keresztényeket és prédikátorokat, hogy nem az az Isten cáfolata, hogy engedi a szenvedést, hanem ez egyben Isten bizonyítéka is lehet ebben az esetben, amiről Pál apostol beszél, hogy ebben az állapotban is ki lehet tartani, és hogy ebben az állapotban is ragaszkodik az ő Istenéhez, és hogyha kell, akkor ezzel dicsekszik, nem az eredményeivel, hanem avval, hogy lám-lám beteg vagyok, és mégis tudok az Istennek dicsőítést, dicsőséget hozni, és másokat megszólítani. Ez az ige most csak ennyiről szól, de még merülnek fel más kérdések is, amikor azt mondjuk, hogy miért engedi Isten a szenvedést, és ezek bizony ott vannak, és nagyon nehéz kérdések. És ezekről érdemes még beszélgetni és gondolkozni, de itt most ez az ige ebben segít minket, amikor a saját személyes érintettségünkben látjuk azt, hogy van tövis az életünkben, mert mindenkinek van. Hogy avval mit kezdünk? Hogy siránkozunk-e az Istennek, hogy kiábrándulunk-e az Istenből, hogy Uram, hát kértem, hát én olyan jó keresztény vagyok, és mégis. Vagy azt látjuk-e benne, mint amit Pál apostol is látott, hogy ez egy lehetőség arra, hogy az Istennel még szorosabb kapcsolatba kerüljön, és egy lehetőség arra, hogy amikor beszél erről, az állapotáról, akkor Isten erejére, dicsőségére, hatalmára mutasson. Hogy viszonyulunk ehhez? Hogyan éljük ezt meg? Hogy vád-e, arra használjuk-e ki a szenvedést, hogy vádoljuk Isten, vagy arra használjuk-e ki, hogy kötelet kerüljünk hozzá. Én azt tanácsolom, és azt mondom, hogy Pál apostollal együtt
mi is így tekintsünk a saját kis tövisseinkre és tüskéinkre, ahogyan Pál apostol is tekintett, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért örömem lelik az erőtlenségekben. Amen.